Sziasztok, Blackman vagyok, és ez itt a Dawn of War Dark Crusade harmadik része. Az előző részben ugye befoglaltam ezt a kis szigetet. Hát azt hittem észre, hogy a káosz ugye itt arra van, az, hogy mondjuk ide érne, az két kör kell neki, szóval most nyugodtan mehetek vissza talán. És nem tudom, hogy el kéne foglalni városát, az a baj, még szerintem gyenge vagyok hozzá. Úgyhogy inkább ide mozgok. És ennyi. Jó, most meg támadja az Imperiát. Bajjaj. One of his provinces is under attack. You can choose to fight on the battlement. Micsoda, hogy azt támad engem? Hogy volt Merced? Kovárjuk vissza. Az Imperiát. Hogy volt Merced megtámadni, mi? Aha. Ja, és nincsen semmi értségem, csak így, ahogy van. Hát jó. Akkor én is kezdem távolni a szarházit. Hogy volt Merced megtámadni ez? Csak ezt feltöltöm teljesen. És akkor mondjuk rakok ilyen Resurrection Orbot majd. Jó, a monolitok megmaradnak, ugye ez volt az első részben ez a pálya. Minden megmaradt, amit befoglaltam. Ez itt tök jó. Ja, objektív. El kell pusztítani a privátisát. Jó van. Akkor még ezeket a pontokat is be kell foglalni, de meg kell talán, hogy egyáltalán a bázisa. A Nightbringer-t meg ki kell fejleszteni. Jó, ezzel meg is vagyok, ezzel megint a monolittal. És meg kell találni a bázisát. És megtalálom a forrét. Folytatom. Itt látom az egyik bázisát. Ezt is kapcsolom. Meg két bázis van nek a rohadéknak. Nem tudom, hogy elegen. Szerintem mindkettőt el kell pusztítani. Köszi, ezt a pályát befejezzem. És meg fogom a pontokat. De meg bekempeltem a seregemmel. Igen, meg kéne jöjjön. The glory of the Emperor for me! Így jó is lesz. Ja, hogy kettő van. Aha, hogy kettő ellenfél is van, nem egy. Értem. Hát akkor az egyiket kiejtettem ezek szerint. De jó legalább. És végül is elég, hogyha a főbázisát elpusztítom. És amit a Warrior Kings Battles-ban elpusztítom a főépületét, és elpusztom az egész. Mennyivel egyszerűbb így. Hát jó, akkor befoglal még ezeket a pontokat. Meg talán az övét is, hogy érezze a törődést. Szerintem én már inkább betámadom, a köcsög, amit bazinszkopszokat csinált. Képes szétlőni a szót. Iiii, mit van a sereget? Ezt csinált ez a szót. The glory of the Emperor through me! Megkempelt ide egy szép együttet.
Mi vagy amúgy mindent a szállítottam? Hogy volt Merced? Megtámadunk ezt szart. Jó, és akkor... Hát lássa, mit rakjak ki neki. Ez jó. Ez a válasz. Így kevesebb sebzés kap milliben, az közel harcba, és a HP-t is megjelenik. Jó, ez így. És akkor mit támadjak be? Mit támadjak? Nem is tudom. Úgy gondoltam úgy, hogy Imperialra fogom kezdeni. Közben megnéztem, hogy milyen terület, milyen bónuszt ad. Hát ugye ezt a pariát megszereztem, és itt a commander, hogyha bemegyek, felett fogadni. Ugye itt van requisition, ez mennyibe is került nekem? Nem is tudom már. 180-ba kerül. Nem tudom, mondjuk ezt is érdemes megvenni. Nem tudom igazából. És az a lényeg, hogy ha megveszitek, akkor... Akkor, ha meghal, akkor ugye meghal, és nem tudom vinni a következő pályára, de ezért érdemes mindig bevédeni, mert ez folyamatosan jön beletek mindig pályára, ugye itt van ilyen kezdő sereg, és úgy gondoltam, hogy az Imperiával fogom kezdeni, mert bemert támadni, ugye, hogy volt Merce, és van itt ilyen Fury, ilyen bónusz, ha ezt megszerzem, akkor egy körbe kétszer támadhatok, ami nem rossz. Szóval, Imperial, készítsd a picsádat. Mert most szétpicsáznak. Igen, már az hozzá van adva. Hát akkor, nem tudom, 180-et érdemes azt? Hát az ingyenes van, úgyhogy azért nem fog fizetni. Úgyhogy hadd szóljon. It was during the Horus Heresy that the influence of chaos first drove Igen. Fél óra? Mi ez a fél óra? És miért csak négy darab van ebből? Nekem észre az Imperial Guardot. Szóval 140 egységet kell pusztítanom neki. Mivel... ami démon szolgálatába kell állni. És ezt csak úgy tudom elnyerni, hogyha megvan 140. És az nem jó, hogyha ő többet öl. És csak megcsinálom az alapbázist. Sőt, már inkább betámadom. Felkutatom, hogy hol van. De miért csak négy lehet ebből a parjából? Jól szokott lenni. Ezt nem értem. Mindegy. Csináljuk a plazma generátorokat. Hol lett vajon amúgy a bázis? Azt kell megkutatni, mert az a legjobb, hogyha az elején megfingatjuk, majd ne tudjon semmit csinálni. Így, egy obeliszkra. Ezek jó lesz védekezésnek, mert eléggé lassú. És hol lett ez a szarházi? Hogy a Necron Lordom ilyen jó erős. És a jó gyors. A frontot. Én használom a teleportot, hogy gyorsabb legyek.
energiára van szükség. Firat, szerintem nem fogunk tudni befoglalni összes pontot. Jó lenne az összes pontot, hogy ugye, hogyha megtámad, akkor felkészülten tudjam fogadni. Szerintem... itt is vagy! Ajjajjaj! Akkor itt van mellettem, szerintem. Ma itt van a Commander is, ez nem jó. Viszont ez a Commander nem annyira erős, mint a farkas nekem, ugye az előző a Winter Assault-ban. Már megjött a felmentőség. Ezt lehet is szabad. Elindult erre egy sereg, úgyhogy ezt parjával lesz. Közben inkább foglalom a pontokat, minél gyorsabban. Több energiára lenne szükségem. Ezek az imperiók nem érnek semmit annak rosszereggel. Mit csinált az a konz? Szóval azt mondod, hogy innen jöttek, akkor erre felelett a bázisuk. Nagy valószínűséggel. Már itt is befoglalt egy pontot a haladék. Inkább ezzel is elindulok ide pontot foglalni. Szerintem a relikre mentek. Meg is lesem. Mégis szerintem nem muszáj meglenni a szemetnek bennek. Itt a Faria Squad. Elég erősek ahhoz képest, hogy csak 4-en vannak. Csak ezzel befoglalom azt. Önében már, hogy az meg ott elmenek. Most sem ezzel ezt abban megtanultam ezt. 4-ni. Miért zöld? Hogy volt Mercet betámadni? Hát, komolyan már az idegeimre megy. De mert támadni a szarházi. Jó, ezt is beépítem. Nem valami erőség. Ez már zavar. Így támadnak. És itt inkább oda is teleportálok. De hol van a bázis olyan? Oda, hogy te fogod azt befoglalni. De a faj fogod. Addig elkezdem fénylökni a változat, tehát is. Fenébe már veled. Csak majd ide még egy egységet.
inkább. Bocsánat, itt a komisszárjait. Na itt az csak, mint az előző részben, hogy lerombolom teljesen a fázisát, aztán már csak a főépületét tegyünk. Nem tudom én itt hagyni basszus, hogy szórakozzon velem ez az imperial. Kinek képzelje magát? De mehet támadni is. Azt se hagyja, hogy szétverjön, és még jelent is tán. Gombér a pucájában, mit nem? Itt állnak közbe. Hát még van 21 perc, annyi idő, csak elfoglalom ezeket a pontokat. You must kill more of them. Már 140 meg is van. Elpusztítok én mindenét, ne legyen semmi. Kuratok kéne majd leszedni. Fenébb vagy itt is van? De idegesítőek vagytok hallod. Na felháborító. Rendesen az felháborító. Yes. Just a few souls. Már csak pár lélekre van szükségem, azt mondja a démon. Ez a démon amúgy sem a Damoklesban volt a végén. Lehet, hogy most így felélet vagy mi. Hát a bázisának annyi. De akkor nem tud semmit csinálni. És amúgy, hogyha megvan 140, akkor ennyi is lenne. De én meg be akarom foglalni. De úgy látszik, nem lesz ennyi időm. Hát... 140 meg lesz. De hát most... Mindegy... Egy részbe foglaltam a térképen azért. The power of the Blood God shall be yours! Azt mondja, hogy a véristennek az ereje mostantól az enyém. Ez az a Fury. És akkor mostantól akkor két helyre is mehetek. Még ez a Fury ez mindig van. Miért tudom betámadni a fő bázisát? Ezzel mondjuk immortálokat kapok. Hát akkor betámadom ezt a területét is. Pavoni. Hát. Jó, kezdjük az építkezést.
Mi a küldetés? El kell pusztítani. Hát akkor ezt már ki fogom használni. Csak találjam meg, hogy hol van a bázisa. Meg az a jó, hogyha az ellenfél be is támad, akkor ha visszaveritek sikeresen a támadást, azért jár egy ilyen wargear, szóval erősebb lesz a Necronlordom. Ami nem rossz. Csak ezzel meg elkezdek generátorokat építeni. Na, ez viszont... ide. Hány felől jöhetnek fel? Szonya felől. Meg két oldalról támadhatnak csak. Befoglalom ezeket a pontokat. Csak találjam meg, hogy hol van a... Fránya Imperial. Hova helyezkedett el? Onnan kell kifüstölni. Miért bemerte szennyezni a Necronok szent földjét? De szerintem itt lehet. Több generátor lesz szükségem. Célszerű mindig az összeset megépítem, mint csak lehet. Hol van ez a szarházi? Mi a franc? Itt van középen, vagy mi? Ez érdekes. Viszont még innen is támadhatnak három oldalról. Ez akkor ide látjuk erről az oldalt. Hol vannak ezek? Megvagy! Megvagy, öcskös! De hogy fogsz te itt pontokat foglalni? Nem engedtem én azt meg neked. De honnan jöttek? Amerre visszavonulnak, arra van a bázis. Ezt ugye tudom. Így... akkor itt lehet. Hát megvagy! Catch a bitch! Akkor maradik még is oda a sereggel. Ők a parjákra vigyázni. Ami meghalljanak közbe. Hinni. Jöjjenek azok a generátorok. Ezek a kripparják igen jó bírek, mert feltosan van HP-regeny is. Tök jó. A támadás, hogy látom fel. Hát itt van a bázisa. És erre jött el. Lerombolom azt a kuretet, mert jön ott neki. Jó, hát... elkezdem szépen építgetni a bázisomat. Befoglalni minden pontot. Úgy gondolom, itt az ideje befejezni. Befoglaltam az összes pontot. Az övét is. Nézve. És két ilyen helyre csináltam turretteket. Ezeket felfejlesztettem, mert ugye a felfejlesztett változat a gépek ellen jó, úgyhogy max csak ehhez oldalt tudnak támadni, hogyha be is támadnak. A fejlesztések megvoltak. Ugye mi, hogyha... na, mennyi volt. Mert ugye két bázist csináltam, és azzal több generátort is tudok csinálni, meg több turrettet. Ugye négy turret lehet max.
Na lássuk, hogy most mi lesz. A baj ez eléggé. Hát, reménykedek benne, hogy hát inkább mentenem kéne. Így ezt elmentem. És akkor nézzük, hogy mi lesz. Ki fog támadni? Káosz visszavonult. Ork mindig a top támadja. Na harmadszor azt támadja. Harmadszor a top támadta, de még egyszer se tudta elfoglalni azt a területet. Milyen szerencsétlenek az orkok? Na mindegy. Akkor olyan fogom folytatni a következő részbe azzal, hogy megpróbálom kifingatni az Imperiát, hát ha sikerül. Akik tetszett a videó, az nyom egy lájkot, olyankozzon fel, és találkozunk a következő részbe. Addig is sziasztok!